Sziasztok, jó estét kívánunk! Most már jobb a hang? Vissza tudnátok jelezni? Jó, jó. Rendben. Tehát akkor még egyszer nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. És mint ahogy látjátok is a képet, a mai nap 8 szélnapja van, de nem a 8 szélről fogunk, vagyis a 8 szélről fogok nektek beszélni, de nem ezzel kapcsolatban fogunk meditálni. Pontosabban ezzel kapcsolatban fogunk meditálni, hiszen a szél az a karmánknak, a vérvonalunknak is az energiája, vagyis elsősorban a karmának az energiája, és egyébként a vérvonalra is tartozik. Hiszen ha megnézzük, hogy mi a vérvonal, mik a rokonaink, ahogy tetszik, azok hasonló karmájú, nagyon-nagyon-nagyon hasonló karmájú embereknek a gyülekezete, mégpedig méltóviselt lelkeknek. Miért kerülünk ugye egy családba? Azért kerülünk egy családba, mert hogyha van valaki, aki dolgozik magán, akkor az tudja tisztítani ezeket a dolgokat, tehát a lelkek azért vonzódnak bizonyos élethelyzetekhez, hogy lehessen őket tisztítani. Azáltal, hogy a vérvonalba beszületik valaki, vagy azért, hogy tisztítson, vagy azért, mert tudja, hogy a vérvonalnak hasonló karmája, tehát az biztos, hogy tisztulni fog. Ma ugye a 8 szélnapja van, így a nem mondtam időszaka előtt, és a 8-es számnak az energiája az a 2-eshez és a 4-eshez is köthető, mindemellett, hogy a 8-ashoz is. Tehát a 2-es ugye a dualitásnak az energiája, az egymást kiegészítő szent dualitásnak. A 4-es szám az pedig az elmozdulásnak a száma. Tehát az, amikor tudjuk ezt a 2-es számot, ezt az egymást kiegészítő dualitást úgy használni, hogy abból a végtelenség legyen, tehát hogy abból sikerüljön egy egyensúly helyzetet kialakítani. Abból sikerüljön egy olyan helyzetet kialakítani, ami a szentségnek az energiája benne van. Tehát benne van az, hogy már nem magunkért dolgozunk, hogy már nem csak és kizárólag magunkon dolgozunk, hanem képesek vagyunk átlátni messzebbről a végtelenségnek, a teljességnek az oldaláról az energiákat. Épp pontosan ezért, ugye tudjátok, hogy a Sergio, amikor a plejádi beavatásukat végezte, a hatodik beavatásnál, ugye ezt a 8-as számnak, ennek a végtelenségnek az energiáját használtuk arra, hogy maga a hatodik energiaközpont, a hatodik navalkájóba legyen avatva, be tudjunk lépni, meg tudjuk nyitni magunk, és ugye mások számára is az energiaközpontot. Jó. Négy különböző minőségű szél van, és ezeket most átbeszéljük, csak előtte szeretnék még egy kicsit bemondani nektek arról a képről, amit ugye láttok. Mindenkinek előjáróban, ugye amikor legutoljára gyakoroltunk együtt, a kristály, nem is a kristály, az akasha gyakorlásunk volt, akkor beszéltünk arról, hogy van egy bizonyos hibrid gyerekekhez tartozó meditáció, és most ezt a meditációt fogjuk elvégezni, mert hogy nagyon-nagyon ide vág. Ugye arról van szó, hogy az elmúlt időszaknak az energiáját tisztítsuk, és lépjünk be egy olyan idővonalba, egy olyan jövőt teremtsünk magunknak, ami számunkra virágzó, és természetesen ez által virágzó a környezetünk számára, hiszen a virágzás önmagában hordozza ezt a minőséget, hogy termékenységet tudunk magunkban találni, és termékenységet tudunk ezáltal osztani mások számára is. Semmilyen formában nem kényszerrel, csak lehetőséget adva másoknak. Amikor megtaláljuk ezt a minőséget magunkban, akkor ezt egyszerűen a jövő felé elkezdjük kivetíteni, és az, amit ma fogunk csinálni, az, hogy összekötjük magunkat azzal az idővonallal, amelyben lehetőség van az embereknek arra, hogy ugye már megújultak, és a leszármazottainkkal tudjuk felvenni a kapcsolatot. Ezt azért mondom, mert ha esetleg valamelyikötöknek nincs kedve hozzá, akkor tudja róla, hogy ez a előjáróban ez a meditáció lesz, nem a navalizmushoz kapcsolható szigorúan, viszont a szélnek az energiájához nagyon erősen és erőteljesen kapcsolható, hiszen ha a jövővel össze akarod kötni magad, akkor a lehető legegyszerűbb módja annak, hogy ez megtörténjen, hogy a lehető legegyszerűbb módja annak, hogy az idővonalra, az életed minden egyes pillanatában rá tudj kapcsolódni, az, hogy az energiáját a jövőnek behozzuk. Miért fontos erről beszélni? Azért, mert nem sokára, méghozzá egészen-egészen nem sokára, és ez a 23-as évnek az egyik
nagyon fontos momentuma lesz. Ugye azzal, hogy a Plutó jegyet vált, gyakorlatilag ide-oda megy, 24-ig, tehát egy év, a következő egy éven keresztül. Azzal többször meg fogjuk ezt a minőséget tapasztalni. Többször meg fogjuk megtapasztalni azt, hogy milyen az, amikor rá kell hangolódni a jövőre, és milyen az, amikor visszalépünk még a régi rendszerbe, és ráhangolódunk a jövőre, és visszalépünk a régi rendszerbe. És ahhoz, hogy ebben segítséget kapjunk, ahhoz egyrészt most a szélnek az energiáját használjuk, másrészt pedig azt fogjuk megkérni, hogy a jövőbeni őseink, akik ugye itt és most is velünk vannak, hiszen az idő az nem lineális, az csak addig volt lineális, amíg elhitették velünk azt, hogy lineális legyen, de valójában itt és most bárhol, bármikor, bármilyen formában át tudunk lépni bármilyen időminőségbe, csak egyszerűen azzal, hogy szándékolunk, ezért most ezt meg fogjuk tenni. Jó, és ha már ma a szélnek az energiája van, a szélnek a minőségét fogjuk ezt használni. 4 különböző szél van, és ezeket most behívjuk, az ő minőségüket, azzal, hogy elmondjuk a nevüket, és kérjük, hogy segítsék a mi utunkat abban, hogy virágzó jövőnk legyen, és virágzó jövő legyen ezáltal a környezetünknek, és magának az emberiségnek is. Az egyik szélnek a neve Miklámpa Ehekátul, ő a fekete szél. Ehekátul a szélnek a neve, azoknak mondom, akik nem voltak velünk még navalizmus gyakorolni, az aszték naptár szerint. Ő az északi szél, és az ő energiája segít nekünk abban, hogy az őségnek a tudását, a bölcsességét hozza el számunkra, és ő a halálnak az energiája is, amire nagyon nagy szükség van akkor, amikor bölcsességgel, a bölcsességünknek a segítségével, az őségnek a tudásának a segítségével olyan formán szeretnénk megválni dolgoktól, amire már nincs szükségünk, hogy ott határozottságról, ugye beszéltünk nektek az agresszióról, hogy mennyire fontos, hogy az emberben legyen hajlandóság arra, hogy tudatosan felvállalja az agresszióját. És tudatosan legyen képes felvállalni, azt mondani, hogy ezt nem. A határvonalak és a határvonalak meghúzása pontosan megint csak a Plutónak a mozgása miatt, és több más, nagyon lassú mozgású, fix bolygónak a jegyváltása miatt nagyon-nagyon fontos témája lesz a 23-as évnek. Tehát nagyon lényeges lesz, hogy megtanuljuk azt, hogy bár kollektívek vagyunk, és fel fogjuk vállalni a kollektív tudatunkat, a kozmikus tudatosságunkat, a csillag családunkat, a kozmikus családunkat. De ettől ez a jövőnek a témája, a jövőnek az energiája. De ettől függetlenül is pontosan ezért képesek legyünk meghatározni azt, hogy ez vagyok én, és ez vagyok én, amikor a teljességemben gondolkodom magamról. Jó, tehát ő az első szél, a második szél Huclámpájákától, ő a kék szél, ő a kolibrinek a szele, és ő a déli szél. Ő az, aki segít nekünk abban, hogy az útunkból, amit választunk, jövünk, azokból, arról az útról elvigye az akadályokat, ugye a tüskéket. Úgy szoktuk mondani, ezt a hagyományban. Tehát ő segít nekünk abban, hogy elmozdítsa azokat a dolgokat, amelyek oda kerülnének csak azért, mert a múltunkból hoztuk magunkkal. Jó, tehát ő segít kiegyenlíteni a múlt jelen jövőnek a harmóniáját. Tlahuiclampa Ehekától, a következő szelünk, a jelő, a sárga vagy aranyszínű szél, ő a keleti szél. Ő az, aki hoz nekünk áldást. Hogyha bármikor a keleti szél szelet megtapasztaljátok, az mindig az áldást hozza, és olyankor mindig olyan áldást kaptok, amit kértetek előtte. Mindig a segítséget kapjuk tőlük, tehát mindig lehet kérni, és ha egyszerűen nem jut eszedbe, hogy mi az, amit kértél nemrégiben, akkor pedig kérni kell a keleti szelet abban, hogy hozz el az áldást a virágzás számodra, vagy bármire. A negyedik szél és az utolsó minőségű szél, a Chihuatlampa Ekától, ő a vörös szél. Ő az, aki az összes szél közül a női minőségű szél, és ezért nagyon-nagyon segít nekünk abban, hogy a női energiákat felismerjük magunkban. Ez is csak ugyanúgy témája lesz a 23-as évnek, és a jövőnknek is természetesen egy női minőségű energiába megyünk át 6000 évre. Ezért kérhetjük a
nyugati szelet abban, hogy segítsen nekünk megtisztítani a gondolatainkat, az érzelmeinket a jövővel kapcsolatban, a változással kapcsolatban, és egyáltalán valamilyen helyzettel, amiről szeretnénk, hogy megváltozzon, és ahhoz, hogy elmozduljon, abban is kérhetjük az ő segítségét, hogy elmozduljon olyan irányba, hogy az lehetőségeket hozzon számunkra, hogy a tudásunkat, a lehetőségeinket, a képességeinket fel tudjuk ismerni. És akkor én ennyit szerettem volna nektek elmondani a mai nappal és a mai napnak az energiájával kapcsolatban. A meditációt, azt majd hallani fogjátok, lefordítottuk, és meghagytuk az eredeti hangját is, azért, mert ez egy letöltött meditáció, mégpedig a hibrid gyerekektől letöltött meditáció. Ugye tudjuk, hogy Bashar és néhányan az aktuálnak közül már bejelentették, hogy gyakorlatilag kialakult az új emberi faj, és mint ilyen, úgymond az a DNS-ünk az ilyen formán is meg lett újítva, és ezekkel a gyerekekkel a jövőből, akikkel a meditáció szól, tőlük letöltött meditációról van szó, tehát ezekkel fogunk találkozni. Én számomra ez egy nagyon-nagyon kedves meditáció, és én nagyon szeretem csinálni, csak mindenképpen fontos, hogy tudjátok, hogy a meditáció közben bármikor, ha úgy érzed, hogy bármilyen kellemetlen élményed van, akkor nyugodtan lépjetek ki, és nyugodtan írjatok nekünk ide a Discordra is, vagy esetleg a csoportba, hogyha valamilyen megtapasztalásotok van, valamilyen élményetek van. És hogyha viszont tetszik a meditáció, akkor bármikor meg tudjátok ismételni, és akkor erősíteni majd ezt az élményt, amit most megtapasztaltatok, és erősíteni azt, hogy az ő segítségüket kérve találjuk meg azt az utat, ami a jövő felé vezet, az emberiségnek a megújulása, a 12 ágú DNS spirálnak a bekapcsolása felé vezessen minket. És akkor ennyit szerettem volna mondani mindenkinek, mert hogy ez is elég nehéz ilyenkor 2:30-kor. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velünk. Mindenkinek virágzó álmokat kívánok, és akkor holnap találkozunk 2:30-kor. Szervusztok! In this meditation, we are going to connect with the hybrid children. Ebben a meditációban a hibrid gyerekekkel fogunk kapcsolatba lépni. Close your eyes. Ülj le és helyezkedj el kényelmesen. Csukd be a szemeidet. Kezd el figyelni a légzésedet. Lélegezz be. És lélegezz ki. És közben figyeld a légzésedet, ahogy a levegő áramlik az orrodon és a szádon. Belélegzel és kilélegzel. Engedd, hogy a lélegzeted, a figyelmedet ide erre a pillanatra irányítsa. Move your awareness to your body. A mostban. Feel all the muscles in your body. Érezd a tested összes izmát. Lazítsd el a fejed tetejét. Your forehead. A homlokodat. Relax your eyes. A szemeidet. Your cheeks and your jaw. Az állkapcsot is. A nyakadat és a torkodat. A vállaidat is lazítsd el. Relax your shoulders. Mindkét karodat, a kezeidet, az ujjakat, mind lazítsd el. Your hands and your fingers. Lazítsd el a mellkasodat. Relax your chest. Minél inkább ellazul a tested, annál könnyebb kapcsolatba kerülni az energiákkal. Annál könnyebb ráhangolódni az energiákra. Relax your belly. Lazítsd el a hasadat, a gyomrodat is. And scan your whole spine. És a beleket. All the muscles around your spine. Lazítsd el a hátadat, figyelj a gerincedre, és lazítsd el a gerinc körüli izmokat is mind. Your hips. A csípődet is. A lábaid felső részét is. Your legs. És lazítsd el az alsó részét a lábadnak. És közben érezd, hogy minden feszültség, minden nehézség a testedből egyszerűen elmegy, leállít a földbe, a talpaidon át, minden feszültség elmegy. Mintha minden izmod megállulna, megállulna. És most 10-től 1-ig fogok számolni, és de 10-től 1-ig érek, addigra egy nagyon mély, relaxált állapotban leszel. 10. Elindulsz és egyre mélyebbre haladsz a meditációdban. 9.
8. 6. You're letting go of all the thoughts in your head. 7. 6. 5. Szabadjára engeded, átengeded az összes gondolatot a fejedben. 5. 3. You're going even deeper. 4. 3. És még mélyebbre mész. 2. És 1. Most arra egy nagyon mély meditatív állapotban vagy, relaxált vagy. És most lásd azt, hogy egy nyitott mezőn vagy, egy nyitott térben. Imagine that you're standing on an open field. És ebben a térben magadhoz hívod. On this open field, you can call in your main spirit guide. Ő lesz a segítőd itt, és your main spirit guide will help you and facilitate the experience for you. Azért, hogy a hippie gyerekekkel tudja át kapcsolatba kerülni. Amikor megérkezik a vezetőd, just use your imagination. Doesn't matter what your spirit guide looks like. Bárhogyan nézhet, kinézhet. And your spirit guide, bármilyen lehet, is opening a portal. És most a vezetőd megnyit egy portált, egy csodálatos, hatalmas, zöld fényben ragyogó portált. Ez a portál egy hajóra vezet téged, ami sok ezer mérföldre fölött. Fogd meg a kezét a vezetődnek, és kezdjétek el sétálni ez a portál felé. And start walking towards this portal. Egyre közelebb és közelebb mentek ez a portálhoz. És egyszer csak beléptek rajta. And you're approaching the portal. Ahogy átmész rajta az űrhajóba, minden dimenzió, minden képességed és tudatosságod megváltozik. És látod és érzed, hogy ott állsz ezen az űrhajón. On a ship. Sok ezer méterrel a föld felett. You're thousands of miles above Earth. Hatalmas ablakok mellett állsz. You're standing by giant windows. És láthatod a földet. And you can see az űrhajóból. From the ship. És ahogy itt állsz az űrhajóban, egyszer csak észreveszed, hogy valaki sétál feléd. You see? Somebody walks. Észreveszed, hogy ez egy gyermek, you. Egy kis gyermek. And it és is egyre a közelebb child. Jön hozzád. És azt mondja, his child approaches you. Szia. Says hello. Egy kisfiú vagy egy kislány az, is it a boy or a girl? Just csak use your imagination. Don't be so serious about all nem this. Kell túl komolyan venni. Ha lenne választási lehetőséget, mondjuk, hogy nézze neki. Egy fiú legyen, vagy egy lány legyen. Hány éves lehet? És ugyan néz ki ez a gyermek? Inkább emberszerű, vagy sokkal kevésbé emberszerű, mint gondolnád? Ez az egyike a te gyermekeidnek, a te egyik emberhibrid gyermekednek. This is one of your children. És most beszél hozzád ez a gyerek. One of your hybrid children. Mit mond neked a gyermek? And the child is speaking to you. És közben megkér téged arra, what hogy fogja a kezét. És ahogy megfogja a kezedet, fény, zöld színű, csodálatos fény lép be a kezedbe a karjaidon át. To hold their hands, a válladon át, a melkasodba, and as you're holding az arcodba, their hands, a fejedbe. You see a green light a gyomrodba, a hasonban, a csípődbe, és az egész hátadba is átmegy ez a csodálatos fény. Chest, és a csípődön átmegy a lábaidba. Ahogy fogod ennek a gyermeknek a két kezét, and down through your legs. Gyógyít téged. As you're holding the hands of this child, átveszi tőled, a teljes rendszeredből. It will heal you. És közben a DNS-edet is frissíti. It will take away all lower energies. A tested minden egyes sejtjét gyógyítja, egészségessé teszi. És közben ez az energia, hogy átjárja a testedet, amit ő ad neked, segít neked abban, hogy egyre jobban érzékeny legyél az ő energiájukra, a jövődnek, and this energy, a jövődbe vezetődő dolog energiájára. Will help you to become more sensitive erre a rezgésre. To their energy, to their vibration. Mostantól, amikor majd so a közeledben lesznek, you, amikor a közeledben lesz ez az energia, it, and you can pick it akkor up. Érzékelni fogod, felfigyelsz majd rá. Ma este majd, amikor aludni mész, tonight, when kérd majd, going to sleep, hogy találkozzanak veled az álommesében. Before you fall asleep, és azzal, hogy if they can meet hasonlóvá you válsz ahhoz a frekvenciához, ahhoz az energiához, amit a gyermek adott neked,
And by you matching this frequency, by you matching the energy that the child is giving kapcsolatot meg tudjátok teremteni. Makes it more probable. Érzed, hogy az egész tested egyre melegebb és melegebb lesz. És érzed, hogy ez az energia egyre mélyebbre és mélyebbre megy a lényedbe. You feel your whole body. A testedbe, a csontjaidba. It's warmer and warmer. Ez az, ahogy érzékeled a hibrid gyerekeket. As this energy is going even deeper. De legalább néhányat közülük. Deeper into your being. És most, ahogy tartod a kezét ennek a kisgyereknek, és ő gyógyít téged, a gyermek megkérdezi tőle, hogy van-e olyan a természetben, amit te különösen szeretsz. Ez lehet fa, vagy virág, vagy kövek, vagy helyszín. Van-e valami a természetben ahhoz, amihez igazán vonzódsz? The child asks you, is there any nature elements you feel attracted to? It could be trees, flowers, or rocks, hívhatod őket ezen a néven. Or maybe some places. Ha hirtelen úgy érzed, hogy egy másik név jut eszedbe, akkor választhatod azt inkább. To, that you feel resonant. És hogy választod a nevet, oda jönnek hozzád. Because the hybrid children often take on names from nature. És most ez a gyerek megkéri, hogy öleld át, ahogy átöleled őket. And if there is a name that you feel drawn to, figyelj arra, ahogy you can start őket. Calling them by the name. If you suddenly feel that another name resonates more, you can choose that. Te a szülője vagy ennek a gyermeknek, az egyik szülője. And as you're choosing a name, they will come to you. A hibrid gyerekek már nagyon régóta figyelnek rád. Vigyáznak rád. Régóta szeretnének találkozni veled. Now this little child, és ahogy átüleled őket, ask you to give him or her a hug. Érzed, hogy minden szomorúság, minden stressz, minden nehézség egyszerűen eltűnik. And as you're giving them a hug, csak az itt és most take some time van, az ölelésben. You are minél inkább ráhangolod, bele tudsz merülni ebbe az energiába, az ő energiájába, annál inkább leszel képes dolgozni ebben az energiában. They have been observing you for a long time. They have been wanting to meet you. Ez itt most csak egy nagyon kicsi része annak az energiának, amit majd a jövőben fogsz érezni. Idővel majd, ahogy egyre többször és többször végzed ezt a meditációt, egyre inkább erősebb és erősebb lesz majd ez az érzés. A harmónia rezgés köztetek. És egyre többet és többet leszel képes majd feldolgozni magadévá tenni ebből. This is just a small percentage of the energy that you get to feel. Mert egy napon majd fizikai kapcsolatotok lesz. And after a while, mert eljönnek majd ők, ezek a gyerekek a földre, és beolvadnak a földlakók közé. You will be able to handle more. Különböző helyekre érkeznek majd a földre, you will have physical contact with them, erős energiájú vortexek helyére, as they will come to earth, és ahogy öleled ezt a gyermeket, és egyre jobban öleled, egyszer csak észreveszed, hogy egyre több és több gyermek van körülöttetek. Ők mind-mind barátok, és mind-mind egyre közelebb és közelebb jönnek hozzátok. And as you're hugging this és átölelnek téged, ugyanúgy, you see, mint ahogy átölelnek téged a gyermeket, a gyermeket. Mindkettőtöket átölelnek. They're all gathering around you. Érzed, hogy érezni akarják azt, amit ők szeretnek érni téged, ahogyan a szeretetük áramlik feléd. Mennyire tisztelnek és nagyra becsülnek téged. Tisztelik azt, aki te vagy. How much they appreciate you. Egyszerűen csak érezd a jelenlétüket, a szeretetüket, a tiszteletüket irányodba. A túláradó, szinte már felfoghatatlan szeretetet. Feel their presence. Ahogy ezt éled, segít neked abban, hogy a belső gyermeket feléledjen, erőre kapjon. Érezd a játékosságokat,
a gyermekiséget, a gyermeket kezelmeid bennük, és érzed saját magadban is. Ébrednek ezek az érzések. Minden egyes sejtjét aktiválják a testednek. Ezek az energiák. Mindent egészségessé tesznek. Minden olyat, ami már nem szolgál téged, és minden olyat, ami valójában nem te vagy. Érezd ezt. Ők tudják, mit csinálnak. És most a gyerekek, mindegyik gyerek, el szeretne köszönni tőled. És mondják, hogy bármikor találkozhatok ebben a meditációban, bármikor, amikor szükséged van rám, ha úgy érzed, hogy szeretnéd. És te magad is bármikor hívhatod őket magadhoz. Köszönj el most már a gyerekektől. Köszönj el a te gyerekettől is. És hogy elköszönted fognak a kezét a vezetődnek. And also you can try to call them in for yourself. Ő átvezet téged ezen a hatalmas, nagy, zöld, csodálatosan ragyogó portálon. Say goodbye to your portálon. És már itt is vagy a földön. És a vezető visszahoz téged a szobába, a te szobádba. Visszahoz téged oda, ahol elkezdted ezt az utazást. You're going through the portal. Elköszön tőled ő is. You're back on earth. Te is elköszönsz tőle. And your spirit guide bring you back to your room wherever you started this journey. És most 1-től 5-ig fogok számolni, és mire 5-höz éred majd, teljesen éber leszel. I'm going to count from 1 to 5. And as I come to 5, you will be totally awake. Elkezdted a meditációra. Feel much more alive. 5-re majd kinyitod a szemed, és sokkal életrevalónak fogod érezni magad. Élőbbnek, jelenvalónak. Bring gentle movements to your body. 1. Kifele jössz már. 3. You're waking more. 2. Mozgasd magad kicsit. 4. 3. You feel this energy within all the cells of your body. Minden egyes sejtjében a testben. You feel these childlike emotions. A gyermeki életerőt, az érzelmeket. 5. You're finally awake. Itt vagy ébren ezekkel az Thank you so much for listening. Kinyitod a szemed. And I hope you have an amazing day. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk.